akkor én nem szülök le, hogyha nem... A közösen Jászberényért Egyesület egyéni választókerületi jelöltjeinek programbemutató fórumát tartották a Városi Könyvtárban, amely lehetőséget teremtett az ellenzéki együttműködés közösen kidolgozott választási programjának bemutatásához is. Az Egyesület polgármester jelöltje kiemelte, annak idején azzal a szándékkal kezdett politizálni, hogy a városért tenni akaró emberek pártérdektől függetlenül együtt dolgozzanak majd a településért. Szerinte az elmúlt időszakban ez nem így történt, mert minden ellenzéki javaslatot lesöpört a városvezetés. Budai Lóránt hangsúlyozta, hogy most bemutatott programjuk az együttgondolkodás első írásbeli változata. Nem csak egyféle igazság létezik, hanem a városért tenni akaró közösség több szeletét is, hogyha egymás mellé tesszük, lehet egy olyan program, amely valóban a városért kíván tenni. Ebben van oktatás, ebben van egészségügy, van a helyi közlekedésfejlesztés, a hulladékgazdálkodás újragondolása, a sport támogatások rendszerének átgondolása, a kulturális tevékenységek színvonalának emelése. Sok mindent szeretnének új alapokra helyezni a városban, mutatott rá a polgármester jelölt. Lehetőségeiket elemezve pedig hozzátette, a város bevételeinek jelentős része nem függ a kormánytól. Az állami támogatások kifizetését törvény írja elő, jegyezte meg Budai Lóránt, ahogy a saját bevételek érkezéséhez sincs közvetlenül köze a kormányzati szerveknek. Mindezeken túl pedig nagy hangsúlyt kell helyezni a jól megírt fejlesztési pályázatokra is, vélekedett. A fórum alkalmat teremtett arra, hogy az ellenzéki képviselők nyilatkozatban kezdeményezzenek négy oldalú tárgyalásokat az elektronikus elbocsátásokkal kialakuló helyzet kezelésére a kormányzat, a vállalkozások és a felsőoktatási intézmények bevonásával. Ennek a tárgyalásnak egy olyan cselekvési program meghatározása lenne a célja, elsődleges célja, amely uniós kormányzati, állami és önkormányzati források felhasználásával egy cselekvési tervet alakítana ki, és erősíteni Jászberény tőkevonzó, innovációs és kutatásfejlesztési szervezeti strukturális hátterének megteremtését. A tárgyaláson szerintük át kell tekinteni, hogy az Electrolux üresen álló irodaépülete, valamint a városban található egykori katonai gyakorlótér területe hasznosítható-e a célok megvalósítására. Fontos feladatuknak tekintik, hogy a négy oldalú tárgyalások minél előbb megkezdődjenek. Szerintük a helyi gazdaság jó működéséhez kell megteremteni az alapokat a következő önkormányzatnak. Tanulmányozatok.